szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozott hozzánk, 7 óra 8 perc van ez a Millás reggeli, persze azoknak is, akik már 6.30-tól hallgatnak minket. A két műsorvezető Mihálovics András és Kántor Endre. A hallgatóink pedig műsorvezető. A hallgatóink pedig a 0630 2010 909-en tudnak nekünk üzenni Viberen, WhatsAppon vagy SMS-ben, vagy Messenger alkalmazással a Facebook oldalunkon keresztül, vagy az info@millasreggeli.hu e-mail címen. Na nézzük akkor, hogy milyen közlekedési infókat tudunk megosztani veletek. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. A balesetről a Bocskai úton többen is beszámoltatok, köszönjük szépen. A befelé a Nagyszőlős utca után van a baleset, de azt írja a hallgató, hogy két autó koccant, egyelőre nincs dugó, mert kerülgethetőek. Aztán Török Flóris utca a 20. kerületben a villamospálya karbantartási munkák ma véget értek, és a villamos is jár. Köszönjük Mikinek az információt. Taksony Dunaharaszti 15 perc, normál esetben csak 5. Baleset nincs, de sok az agglomerátor. Igen. Az M0-as autóút déli szektorán, az M1-es autópálya fele vezető oldalon Dunakeszitől a Hárosi Duna hídig lépésben halad a forgalom, a menetidő körülbelül 20 perccel nőtt meg, és egyébként is sűrű a forgalom máshol is. A Rákóczi út még járható, ez a közepes helyzet, írja egy hallgató még. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Tű, van itt minden. Például ugye, miről kérdezi levelében az Európai Bizottság a magyar kormányt? Hát többek között a Ferihegyről is kérdezi, mert ugye, hogy megszerezte a Politico azt a levelet, amelyet az Európai Bizottság küldött Magyarországnak és Lengyelországnak, és amelyről Didier Reinders igazságügyi biztos is beszélt még november elejé budapesti látogatásán. Tulajdonképpen a levél a jogállamisági mechanizmus első informális lépését jelenti a Politico szerint, és két hónapja lesz válaszolni a bizottság felvetéseire a magyar és a lengyel kormánynak, és hogy mikről kérdezi, ugye a bizottság szerint rendszer szintű problémák, az elszámoltathatóság hiánya jellemzi Magyarországon a korrupciós helyzetet, és erre példaként hozták fel az uniós csalás elleni hivatal az OLAF megállapításait, miszerint 2016 és 2020 között az uniós átlaghoz képest 8-szor több pénzügyi ajánlást küldtek ki a regionális fejlesztés és a mezőgazdaság területén Magyarországnak. Azt mondja, hogy és akkor 16 konkrét kérdést is kiküldtek Magyarország kormányának, többek között arról, hogy hát van itt sok minden, de itt van az egyik, ami fontos és budapesti vonatkozású, hogy jelezzék, milyen intézkedéseket tettek a budapesti repülőtér részvényeinek esetleges értékesítésével kapcsolatos összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére. Úgyhogy ez az egyik dolog, ami érdekli az Európai Bizottságot. Engem meg a Lánchíd kőoroszlánai. Na, mert hogy hol vannak? Hát éppen egy újpesti műteremben restaurálják őket, most éppen felmérik, milyen állapotban vannak a szobrok, és megtisztítják őket. Közben vegyszeres pakolást tesznek azokra a részekre, amelyeken a környezeti szennyeződés sötétebbé tette az oroszlánok felületét. Ezután újabb mosás, majd fertőtlenítés következik. Feltárják, hol tartalmaznak idegen anyagot, kőbetétet, pótlásokat, hibatérkép készül, hol vannak repedések, javításra szoruló részek. Aztán ez az egész munka szabad téren zajlik, ezután viszik a műterembe, ahol pótolják a hiányzó darabokat, és elvégzik a szükséges javításokat.
A kisebb hibákat különleges habarccsal hozzák helyre, és kiválasztották azt a kő kiegészítő anyagot, amely színében is illik az oroszlánokhoz. A letört elemeket kiegészítik, ehhez szükség szerint szénszálas illesztéseket is készítenek. Csak olyan részeket pótolnak, amelyek korábban is bizonyíthatóan léteznek. A koncepcióhoz tartozik az is, hogy a szobrok felszínéről nem tüntetik el az idő valamennyi nyomát, megtartják például azokat a gödröcskéket, amelyek a mészkő felületén természetesen keletkeztek. Egyébként egy ilyen oroszlán három kőtömbből készült, sóskúti mészkőből, és az elemek tömege 2,8 tonna, 5,5 tonna és 4,3 tonna, tehát összesen 12,6 tonna egy ilyen oroszlán. És egyébként a szobrok három részben kerülnek vissza helyükre 2022. decemberére. Különben pedig, hogyha már a repülőtérről volt szó az előbb, rekordforgalom volt a Budapest Airporton. Október volt az idén a legsikeresebb hónap a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A forgalom túlszárnyalta az eddigi rekord augusztusi hónapot is, közölte mindezt a Budapest Airport, ami azt jelenti, hogy októberben 712.910 utas fordult meg a légikikötőben, amely a tavalyi év azonos időszaki mintegy 63 ezernek több, mint a 11-szerese, és 2020 márciusa óta a legmagasabb utasszám. Hát ugye itt látszik, hogy mennyire nagy érvágás volt a járvány és a lezárás a Budapest Airportnak. Azt is kiemelték közleményükben, hogy a budapesti repülőtérről 113 úti cél volt elérhető 33 légitársaság kínálatában. Mik a legforgalmasabb útvonalak vajon? Hát London, Amsterdam és Frankfurt. A légi áruszállítás is csúcsot hozott októberben. A Bud Cargo City által kezelt havi légi áru volumene 15 ezer tonna volt, ami több mint 30%-kal magasabb a tavalyi év azonos időszakánál. Hát hiába kértek áremelést, vagy tarifaemelést a budapesti taxisok. Hát hiába. Minimum 18%-os azonnali tarifaemelést tartottak indokoltnak. A főváros vezetése szerint a vészhelyzeti jogszabály nem teszi lehetővé semmilyen önkormányzat által meghatározott díjemelését. Derül ki a hírekből. Metál Zoltán, az Országos Taxi Szövetség elnöke ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a hivatkozott kormányrendelet jogértelmezésében van vita a felek között, ezért indítványozták, hogy kéne közösen állásfoglalást a kormányhivataltól. Jelezte, hogy január 1-ig nem lát esélyt a tarifakorrekcióra, de addig is a felek létrehoznak munkabizottságokat, amelynek a részletek pontos kidolgozása lesz a feladatuk. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for